Első alkalommal rendezte meg a híres újévi kupát az SC Híresép, melynek helyszíne Kunszer Miklós volt vasárnap. Az egésznapos tornára elsősorban megyekettes klubokat hívtak meg, a végső sikernek a szabadszállás gárdája örülhetett, mely a kiskörös gyűrte le büntetőkkel a döntőben. Kovrig Ákos együttese bronzéremmel zárt. Itt az első híres újévi kupa véget ért Kunszent Miklóson, amelyenti a harmadik helyet szereztétek meg az SC Híreséppel. Hogyan értékelnéd a csapatnak a szereplését kezdésként? Hát nehéz napon vagyunk túl. Pénteken játszottunk egy edzőmérkőzést a KLC-vel. 90 perc, ma 120 percet játszottak a játékosaim. Volt egy-két sérülés is, tehát a végére már elfogytunk. De én azt mondom, hogy elődöntőben hetesekkel vagy kilencesekkel ment tovább az ellenfelünk. Én nagyon jónak értékelem, ma is bebizonyosodott, hogy Híresép játékosai éhesek a sikerre. Én úgy gondolom, a harmadik hely az erőn felüli. Nagyon veretes mezőny gyűlt össze. Nagyon köszönöm a csapatoknak, akik elfogadták a részvételt. Így pont ma reggelre leesett a nagy hó, de hál' Istennek mindenki részt tudott venni. Nagyon színvonalas tornát tudtunk rendezni, én úgy értékelem. Nagyon szépen köszönöm a Kunszent Miklós város önkormányzatának, Lesi Árpád polgármester úrnak, hogy ezt a gyönyörű sportcsarnokot rendelkezésünkre bocsájtották. Meg kell említeni még a Kecskeméti Sörmanifaktúrát, aki főszponzora volt ennek a tornánknak. Hálásak vagyunk, hogy mellé álltak a rendezvénynek. Nagyon bízom benne, hogy egy új út kezdete is lehet a velük való együttműködésünk. Hagyományteremtés is volt a célja ennek a tornának, ugye? Milyen visszajelzéseket kaptál a többi csapattól, illetve a résztvevőktől, illetve ti milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok? Én úgy gondolom, hogy igen, ez volt a célunk, hogy itt a téli felkészülés közepette összejöjjenek ez a 10 megyei csapat, játszan egy jót. Én úgy gondolom, elérte a célját, jó minőségű csarnokba, 5x2-es kapuba sok gólos meccset tudtak játszani a csapatok. Én nagyon bizonykodó vagyok, hogy jövőre is meg tudjuk rendezni ezt a tornát. Jók a visszajelzések, itt azért olyan 150-200 néző biztos, hogy volt a rendezvényünkön. Hál' Istennek nagyon sportszerű csapatok jöttek el, csak 2 perces kiállítás volt, semmi atrocitás nem volt se a nézőtéren, se itt a küzdőtéren. Nagyon köszönöm a csapatoknak a hozzáállását erre a mai napra. Hol tart az SC Híresép jelenleg a felkészülésbe, illetve mi vár még rátok? Igen, január 2-án mi elkezdtük a felkészülést, és most már harmadik hétben vagyunk. Hétvégén, szombaton játszunk egy edzőmeccset, otthon a Törtelt fogadjuk, folyamatosan 2 edzéssel plusz külön edzésekkel, edzőmeccsekkel készülünk a tavaszi rajtra. Én úgy gondolom, lesz még nekünk egy 4-5-6 edzőmérkőzés így tavaszig. Nagyon bízom benne, azt a kellő erőt, ami kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk a tabellán, azt meg fogjuk szerezni, és nagyon bizakodóan várjuk a tavaszt. Lehetnek-e változások a keretbe, illetve milyen mértékű, illetve hát konkrétan van-e kitűzött célotok akár helyezésben így a tavaszra előre tekintve? Hát mert tudod, hogy a megye 2-ben télen azért minden átigazolásban, a téli átigazolása nehezebb, mert hogy fizetni kell az aktuális kluboknak, akiktől elhoznák a játékosokat. Mi folyamatosan tárgyalunk a játékosainkkal, akiket szeretnénk megszerezni. Bízom benne, hogy pozitív elbírálás alá fog esni, és 4-5 emberrel konkrét megállapodás küszöbén állunk. Az akkor lesz végleges, amikor átigazoló apjukat aláírják, a megállapodás megszületik, akkor biztos vagyok benne, hogy be fogjuk jelenteni őket. Nagyon bizakodó vagyok, ha ez a 4-5-6 ember, és nem lesz távozónk, és megcsináljuk a téli felkészülést, amit én terveztem, akkor nagyon sikeres tavasz lehet. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!